Jó estét kívánok! Köszöntöm a Makói Városi Televízió nézőit. Önök a hétfő esti híradót látják, benne a legfontosabb hírekkel. Több szinten csökken az adó. Első alkalommal rendeztek roma családi napot Makón. Vereséggel búcsúztak kézilabdásaink. 2016 az adócsökkentés éve. Magyarország kormánya több szinten tervez segíteni a magyar családok életén. Ma ebben a témában tartott sajtótájékoztatót a Fidesz helyi szervezete. Lázár János országgyűlési képviselő miniszterelnökséget vezető miniszter a Makói Városi Televíziónak korábban adott interjújában már szót ejtett a kormány 2016-os terveiről. A gazdaság javulása és folyamatos növekedése miatt jövőre több területen adócsökkentés várható. Olyan költségvetést tudunk a gazdasági növekedésnek a közös munkánk eredményeképpen el összerakni, amely költségvetés arról szól, hogy megpróbálunk mindenkinek segíteni, mindenki lépjen egyet előre a szónak abban az értelmében, hogy folyamatosan csökkentjük a személyjövedelemadót, lecsökkentjük végre sok év után a sertéshúsnak, a tőkehúsnak az áfáját 27-ről 5%-ra. A témával kapcsolatban a Fidesz Magyar Polgári Szövetség képviseletében Cirbus Gábor ma délelőtt tartott sajtótájékoztatót, aki megerősítette a kormány azon törekvését, hogy jövőre 16-ról 15%-ra csökken a személyi jövedelemadó. Ezen kívül más területeken is megkönnyíti a magyar családok életét a kormány. Támogatni szeretné a két családos gyermekeket családi adókedvezmény formájába, ami azt jelenti, hogy 2016 és 2019 között 10 000 forintról 20 000 forintra szeretné emelni a családi adókedvezmény mértékét. Továbbá állami közszolgáltatások díját, illetékeit kívánja a kormány csökkenteni. A kormány terveinek köszönhetően a makói polgárok is érezhetik majd a változást. Az adócsökkentés azt jelenti, hogy a Makón és a térségben élők pénztárcája több pénz maradt, illetve a keresetük ezáltal növekedni fog az adókedvezményeknek köszönhetően. Makóváros önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a roma társadalomra. Éppen ezért rendeztek első alkalommal roma családi napot a hétvégén. A programon gyermekfoci torna, zenés-táncos produkciók, valamint gasztroma kóstoló várta az érdeklődő kisebbséget. A roma világnapi rendezvények után ezúttal roma családi napot rendeztek városunkban szombaton. A Marosparti Zöldházban tartott rendezvényt első ízben, de hagyományteremtő céllal szervezte meg a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Reméljük, hogy közelebb tudjuk hozni a településeket ide Makóra, meg úgy egymáshoz, hogy megismerjük egymást, és egymás társaságát, meg hogy összekovácsolódjon itt a Csongrád megyei cigányság. A rendezvényre legtöbben a makói romák közül érkeztek, de meghívták a tiszaszigeti, szegedi, kisteleki és csongrádi kisebbségi szervezeteket is. Én úgy látom, hogy ez integráltan leszervezve, ami nagyon jó, mert úgy látom, hogy 50% roma, 50% többségi társadalomból származik, és nagyon szépen egybe olvadnak a romák a többségi társadalommal, mert csak így lehet többséggel együtt rendezvényt csinálni, meg egyáltalán élni. A programok között gyermekfoci torna és zenés bemutatók szerepeltek, továbbá résztvevők a roma konyha hagyományainak megfelelően elkészített sert és pörköltet fogyaszthatták ebédre. Rétegesen teszem bele a kellékeket, tehát van benne hagyma, bors, tehát a fűszerek, fokhagyma, és a legvégén teszük bele a szegedi paprikát, illetve a makón is már készül paprika, ami nagyon finom. Abban szoktuk általában ízesíteni az ételt. És így készül el nálunk a disznópörkölt. A rendezvényre kilátogatók láthatóan jól érezték magukat. Ez egy nagyon jó dolog, hogyha van egy ilyen roma nap. Legalább mindenki is gondolnak. Makóváros önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a roma társadalomra. Ezt nem csak a mostani rendezvénnyel, hanem más formában is megteszik. Makóváros önkormányzatának, képviselőtestületének és úgy gondolom, hogy az egész városnak fontos a roma közösség, az itt élő közösség. Nagy arányú létszámban vannak jelen a városunk életében, éppen ezért nagy figyelemmel kell feléjük fordulnunk. Ezért is volt fontos az új városvezetésnek, hogy ezt abban a városrészben, ahol a legtöbb roma család él, egy rehabilitációs programot indítsunk el, amely minden bizonnyal 2016 tavaszán indul el. A napot zenés-táncos fellépők produkciója zárta. Isten könyörülj meg nékünk!
eszembe egyen tovább népül. Makóvárosa idén is csatlakozott a kihívás napjához. Az iskolákban és sportegyesületeknél különböző programok lesznek, valamint a hagyományos éjféli focit is megrendezik. Magyarországon 26. alkalommal rendezik meg a kihívás napi versenysorozatot szerdán. A hagyományokhoz híven Makó is csatlakozott a felhíváshoz, melyen az első kivételével mindegyiken részt vett. A programok már éjfélkor elkezdődnek. 0 órakor, a júdi esetén a Galab József mezőgazdasági szakképzőiskola sportpályán lesz a megnyitó, ahol Szibus Gábor alpolgármester úr fogja megnyitni a kihívás napját, és ezt követően egy rövid közös bemelegítés, majd jön a szokásos labdarúgó villámtorna, amire nagyon nagy érdeklődés szokott lenni. 15 perces mérkőzések lesznek, mivel a kihívás napjának az a lényege, hogy 15 perces sportaktivitásokat kell teljesíteni. A programok között új elem lesz a Meridián torna, mely országos szintűvé vált. A makói Meridián torna szervezője megkereste a várost, hogy ők is szeretnének ide becsatlakozni, és ezt a programot mi be is emeltük az idei kihívás napja programjai közé, tehát több helyszínen, több alkalommal lehet majd a Meridián tornásoknak is majd csatlakozni. Szintén új program, hogy az idei diákolimpia eredmény hirdetését a fürdőben tartják meg, ahol a strandsportágokban küzdhetnek a díjazottak, ezzel is növelve az aktivitást. Újdonságként a sportcsarnok is nyitva lesz a korai óráktól. 0 órakor várják a sportcsarnokba is a funkcionális edzésre, az érdeklődőket lehet testépítésre is foglalkozni, illetve ha netán rossz idő lenne, akkor a sportcsarnokban lesz a labdarúgó villámtornák a lebonyolítása. Ezen kívül még a sportcsarnokban 9 és 16 óra között lesznek egészségügyi mérések, az ANTS, illetve az Makói Egészségfejlesztési Iroda közreműködésével. Ezen kívül kerékpártúra is indul a Maros árterében Apátfalváig, illetve napközben az oktatási intézményekben és a sportegyesületeknél lesznek különböző programok. A kihívás napja szerdán 21 órakor ér véget, ezt követően kell a résztvevők számát elküldeni a központ felé. Honismereti vetélkedőt rendezett a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum. Az általános iskolások felső tagozatosainak témája Kálmány Lajos néprajzkutató élete és munkássága volt. Negyedik alkalommal hirdetett honismereti vetélkedőt általános iskolások részére a József Attila Múzeum. Az alsó és felső tagozatosok külön témában versenyeztek. Az alsósoknak jeles napok volt a témakör, a felsősöknek pedig Kálmány Lajosról. Idén úgy gondoltuk, hogy a neves néprajzkutató személyiségét fogjuk a gyerekeknek feladványként feladni. A Múzeumért Alapítványa kezdetektől támogatja a honismereti vetélkedőt. Az a támogatás kettős. Egyrészt a körülményeket biztosítjuk, másrészt a vetélkedőnek a lebonyolításánál ugye azokat a anyagi jellegű háttért biztosítjuk, ami a gyerekeknek az ajándékcsokoládét, az ásványvizet és a friss pogácsát jelenti. Harmadrészt pedig hosszú évek óta a nyeremény az a alapítvány által felajánlott kirándulás. Kálmány Lajos szegedi születésű volt, teológiai tanulmányait Temesváron folytatta. 1875. júliusában pappá szentelték, emellett kezdte el népköltészeti gyűjtő munkáját. 35 évet töltött a papi pályán, utoljára a Csanádpalotán volt segédlelkész. Ezért is fontos, hogy tudják, ismerjék a mai fiatalok, ki is volt Kálmány Lajos. Levelezős versenyt hirdettünk, 4 fordulóból állt, életrajzi adatok, a szolgálatával kapcsolatos, a papi szolgálatával kapcsolatos feladatok voltak, illetve hát a gyűjtési helyeiket kellett megtanulják. A nyertes csapatok egynapos délvidéki kirándulásra mehetnek majd, azokra a településekre látogatnak el, ahol Kálmány Lajos káplánként szolgált. A honismereti vetélkedő a képen látható eredményekkel zárult. Most pedig rendőrségi híreink következnek. Egy román állampolgár jelentkezett kilépésre a Nagylaki határ átkelő helyen május 16-án este 11:30-kor egy olasz honosságú, Iveco típusú kis teherautó vezetőjeként. A határrendészek az adattári ellenőrzés során megállapították, hogy a járművet az olasz hatóságok körözik. A rendőrök lefoglalták a járművet. A Makói Baráti Kör nyugdíjas klub tagjai minden szerdán találkoznak. A múlt heti foglalkozás azonban rendhagyó volt, hiszen környezetüket, az utcát és az udvart csinosították ki. Hölgyeim azt mondja, ezt a kis délutáni MHK kis sportnapot, azt mondja, gimnasztikát, azt mondja, abból kezdjük meg, hogy itt a levelet összesöpörjük, a gazt kiszedjük, és a
virágokat kicsit levegőhöz juttatjuk. Köszönöm. A makói baráti kör a Józsgyula utcai nyugdíjas klubban működik. A klub tagjai már 3 év óta hozzájárulnak ahhoz, hogy megszépítsék környezetüket. Az utca és az udvar rendbetétele jó hangulatban közösen telik. Egy ingyenes aerobik foglalkozást szavaztunk meg a klub részére, a környezetünknek a szebbé és a rendbetétele. Tehát ez már 3 év óta ezt végezzük, és amikor esedékes az utcát, illetve az udvart tesszük rendbe. A tagok között vannak kertészek is, ám kikérték a városi főkertész Baranyi Katalin útmutatását, jóváhagyását is. Az utcának, a kertnek a rendbetétele, a különböző gyomok eltávolítása, illetve a növénynek, a sövénynek a visszavágása, az udvarnak a lekaszálása volt, és annak a rendbetétele. És még azon kívül, amit ott esedékes az udvarba, azt rendbe teszük a virágos kertet, mert előtte igazán nagy dzsumbúj volt, és ezt valami úton módon bántotta a szemünket, és ezért vállaltuk be azt, hogy minden évben mi ezt vállaljuk és megcsináljuk. A nyugdíjas klub tagjai minden szerdán találkoznak, ahol beszélgetnek, egymás gondját, baját hallgatják meg. Emellett sokat járnak kirándulni, legutóbb Zengővárkonyban és Pécset jártak. Istók Margitra emlékezik a makói általános iskola. A szeretett zongoratanárnő, a makói állami zeneiskola első tanárainak egyike, a város zenét szerető lakosainak példaképe. Idén 20 éve, hogy a makói születésű, neves zongorapedagógus nincs közöttünk. A makói általános iskola és alapfokú művészeti iskola e kerek évforduló alkalmából művészeti emlékhetet szervez május 19-e és 23-a között. A programsorozaton belül megyei zongoraverseny, emléktábla és emlékszobaavatás, valamint fúvós zenekari találkozó is lesz. Csütörtökön az Istók Margit emlékkoncerten fellép többek között Szentpéteri Csilla zongoraművész is. Hétvégén az utolsó fordulót játszották a kézilabda MB2-ben, ahol csapataink vereséggel búcsúztak a szezontól. A makói futballklub győzött a Mincent otthonában, és az utánpótlás futballcsapat is szép eredményekkel tért haza Szegedről. A térség fociklubjai vegyes eredményeket értek el. Megnyerte az alsóház küzdelmeit a megyei kézilabda bajnokságban az Union City. Csütörtökön 38-25-re verték meg a Desket, ezzel biztosították be az első helyüket. A legjobb góllövők Gyenge Márk, Csányi Gábor, Kerekes Zoltán, Jártas Tamás. Az utolsó fordulót játszották a férfi és a női kézilabda MB2-ben is. Sajnos mindkét csapatunk vereséggel köszönt el a 2014-15-ös szezontól. A Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület 26-20-ra kapott ki a Szarvastól 12-11-es félidei vezetés után. A gárda 45 percig jól játszott, ám a végére fegyelmezett játék hiányában a szarvasiak megfordították a találkozót. A legjobb góllövők Kozserán Beáta, Szénási Szilvia, Sárkány Zsuzsanna. A gárda így az utolsó előtti helyen zárt, várják, hogy lesz-e feljutó a megyei bajnokságokból, és hogy bent maradhatnak-e az osztályban. A juniorok 31-22-re győztek, ők a 6. helyen végeztek. A makói kézilabda klub itthon játszott 31-33-at a Balmazújváros U23-mal. A csapat végig vezetett, de a végére elfáradtak. A legjobb góllövők Árokszállási Ádám, Pap Krisztián, Sóti Csaba. A gárda a 6. helyen zárt a bajnokságban. 5-2-vel vágott vissza az őszi 4-3-as vereségért a Makó FC a Mincentnek. Az első játékrészben csak egy gól volt, ezt követően jött a többi találat. Előbb kiegyenlítettek a hazaiak, majd jött 4 makói gól. Az utolsó gól a lefújás előtti percekben született. A győzelemmel eldőlt, hogy a Makó nem végez rosszabb helyen a 11-nél. Szegeden játszott a Marosmenti utánpótlás futballklub 4 korosztálya is, közülük csak a 14 évesek szomorkodhatnak az eredmények miatt. Az U15-ös csapat 2-2-re végzett a Szeged 2011-jel, az U14 1-0-ra kapott ki. A Szeollal mérkőzött meg az U17 és az U21-es együttes. Előbbi találkozója 4-4-re végződött, utóbbi 5-0-ra nyert. Az alsóbb labdarúgó osztályokban a következő eredmények születtek. Apátfalva Balázsa 2-0,
Ruzsa, Desz 2, Ferencállás 4-0. Földeák, Hódmezővásárhely 2-1-4. Derekegyház, Kiszombor 2-4. Móravárosi Kinizsi 2, Földeák U19 8-2. Maroslele, Rákklub U19 7-1. Nagylak, Szatymaz U19 3-3. Keac, ISS Makó 4-4. Híradónk végén lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Több szinten csökken az adó. Első alkalommal rendeztek roma családi napot Makón. Vereséggel búcsúztak kézilabdásaink. A hírek után néhány szó a holnap várható időjárásról. Kedden sok napsütés várható, majd délután helyenként megnövekszik a gomoly felhőzet. Délen, délkeleten zápor, zivatar alakulhat ki. Többfelé feltámad a délies szél, majd északnyugatira fordul. Reggel 10, napközben 27-32 Celsius fok várható. Kedves nézőink, Önök a Makói Városi Televízió hétfő esti híradóját látták. Ne felejtsék el, hogy mai híradós anyagainkat ismét megtekinthetik a Makói VTV YouTube csatornán, valamint a www.makotv.hu-n. A híradót követően 18 óra 15 perctől az Utolsók és Magukra Hagyottak című színdarabot láthatják felvételről. Én megköszönöm figyelmüket, friss hírekkel holnap este várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. További kellemes tévézést kívánok Önöknek, viszontlátásra!